Arra lehetett számítani, hogy földrengés lesz a területen, hiszen a kutatóknak az ápája mutatja, hogy számos földrengés, sok kis pötty mutatja, hogy hol volt korábban földrengés, pattant ki a területen. Viszont azt mondják, aki szeizmológusok ezzel foglalkoznak, hogy ekkora méretű még soha nem volt a történelem során, ókori épületeket rongált meg, ugye, hogyha akkor lett volna egy ekkora földrengés, akkor már akkor romba döntötte volna. És valóban ezek a múltbeli földrengések, itt egész Törökországot látjuk, vonalban helyezkednek el, ezek a vonalak az egyes kőzetlemezeknek a határát jelölik. Olyan kőzetlemezek határát, amik mentén egymáshoz képest elmozdulnak ezek a lemezek. Hoztam is erre egy egyszerűsített ábrát, itt jól látható kis csillag mutatja azt, hogy hol pattan ki körülbelül a mostani nagy erejű földrengés, és fekete vonalak pedig a kőzetlemezeket határolják, ezek a fő törésvonalak. Azt mutatja még ez az ábra, a nagy fekete nyilakkal, hogy az egyes lemezek hogyan mozognak egymáshoz képest. Az arab lemez erősen nyomódik észak felé, nincs rajt nyíl, mert az eurázsiai lemez az viszonylag stabil, tehát nem mozog, és a ketté közé be van szorítva az anatóliai lemez, ami most is megmozdult ezen földrengés kapcsán. Ugyanúgy működik, mint amikor gyerekkorunkban játszunk a megymaggal, beszorítjuk az ujjunk közé, ugyanilyen alakja van, szorítjuk, egy ideig nem történik semmi, majd amikor az erő nagyobb lesz, mint a súrlódás, kilöküldik, kirepül a megymag. Itt is ugyanezt történt, a megymag alakú anatóliai lemez eddig bírta, most megmozdult egy kicsit, de itt nem olyan egyszerű a helyzet, mint a megymag esetén, hogy egybe kilöküldik az egész, mutatok erre egy másik ábrát, illetve azt, hogy mi történt a két lemez határán. Tehát az egyik oldal az anatóliai lemez, a másik meg az arab lemez, sokáig nő a feszültség, nem mozdul meg semmi, majd egyszer csak elmozdul a kettő egymáshoz képest, úgy mondják, hogy kioldódik a feszültség, törésvonal mentén ezek elmozdulnak, és kipattan a földrengés, létrehoz olyan eltolódásokat, ez egy friss ábra, mostani földrengés hozta létre ezt a körülbelül 3 méteres elcsúszást az úton, vagy egy másik ábra, amely meghajlította a sineket. Ez lenne a szerencsés helyzet, hogyha két tükörsima felület lenne, hiszen akkor a törésvonal ugyanúgy meg lenne, mint most, de folyamatosan elcsúszna egymás mellett a kettő. De az ábra itt mutatja, próbálja szemléltetni, hogy a két lemez rücskös. Tehát ezek a rücskök összeakadnak, és emiatt sok ideig nem mozdul meg semmi. Mutatok egy másik videót, ami ezt szemlélteti, ugyanaz az egymás mellett elmozduló tábla. Itt egy-két helyen megmozdul, előrengések mutatkoznak, mert egyszerre hirtelen az egész kőzetlemez ugrik egy nagyot, és ez a főrengés. Ezután még kisebb utórengések ugye előfordulhatnak, de a főrengés az, amikor kioldódik a nagy feszültség itt a területen. Hozzá kell tennem amúgy más aspektusokat is, hogy nem csak a törésvonaltól, a földrengéstől függ az, hogy mekkora pusztítás történik egy adott területen. Három fő okot szoktam én elmondani. És itt jön a társadalmi felelősség is. Az egyik az, hogy földrengések pattannak és törésvonalak vannak, ez adottság, hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Viszont, és mutatom a másik videót, nagyon nem mindegy, hogy milyen területre építkezünk. Mert egy adott földrengés, és nézzük meg ezt a mexikói példát, eltérő pusztítást okoz különböző földtani minőségű területeken. Mexikó, itt a kemény kőzet, itt a homokos üledék, sokkal tovább rengeti a földet a homokos, agyagos, laz üledéken ugyanaz a földrengés. Nézzük meg, hogy itt hosszú percekig még rezeg a föld, sokkal nagyobb amplitúdóval mozog, mint azon a területen, ahol kemény sziklára épülnek. Ezt úgy lehet szemléltetni, mindenki furt már otthon, betonba folyamatosan nyomjuk, nem történik semmi változás, viszont mikor mondjuk egy téglát átfúrunk, akkor megugrik a fúró. Ugyanezt történik, csak fordítva, hogy amikor a puhább anyagba ér a földrengés, lelassul, de az energiának meg kell maradnia, hogy sokkal jobban elkezd billegni jobbra-balra, és ez a sokkal erősebb billegés fogja romba dönteni a medencében levő házakat. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen kőzetek vannak a lábunk alatt. És ebben van a társadalmi felelősség, hogy legyenek olyan kutatóink, támogassuk az okos gyerekeket, akiket érdekel a földtudomány, hogy ezeket kitanulják, hogy 50 év múlva is legyen, aki megmondja nekünk, hogy na, ide ne építkezz, mert itt nagyon laza a talaj, vagy éppen építkezz, csak erősítsd meg jól a házadat, hogy kibírja az adott földrengést. És akkor itt jön a harmadik szempont, hogy milyen épületek vannak.
Ugye Japánban ugyanekkora, sőt jóval nagyobb földrengések is előfordulnak. Csak ott erre számítottak, már csak olyan épületeket engedélyeznek, amik bírják ezeket a rengéseket. Szegény törököknél nem ez volt a helyzet, kártyavárként dőltek össze az épületek. Valóban január végén kellett leadnunk ennek a projektnek a záró térkép sorozatát, ami 10 térképből állt, és pontosan ez volt a célja, hogy meghatározzuk, hogy Magyarország egyes területei milyen, mennyire veszélyesek ilyen szempontból. És akkor térjünk át, meg is mutatom ezt a térképet élőben. Hát önök az első, akik ezt a végleges formátumban fizikai valójában láthatják. A híradásokban úgy szerepelt, hogy Magyarország földrengés térképe, erre kaptak rá a médiumok, de ez annál sokkal több. Mi úgy neveztük el, hogy szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép, mert a földrengéseken kívül egyéb más hasonló szempontú veszélyeztetettségi dolgok is vannak rajta. Nézzük meg, hogy mik. Lila prüttyökkel jelöltük a közel 1500 év regisztrált észlelt földrengéseit. Feketével jelöltük azokat a törésvonalakat, amelyeket kollégáim több 10.000 kilométer hosszúságú vizsgálat elemzésével berajzoltak. Ezek azok a fiatal törésvonalak, amik esélyesen még máig működnek Magyarország területén. Viszont ezek közül ki kellett emelni azokat a törésvonalakat, amelyek nagy valószínűséggel aktívak, tehát máig mozoghatnak. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a földrengések azok csak egy pillanatképet mutatnak a földtani folyamatokról, amit egy futóversenyen a célfutó. Látunk egy célfutót, nem tudjuk, hogy mi volt előtte. Viszont az, hogyha térképezzük a törésvonalakat, már kapunk egy plusz becslést arra, hogy oké, most mondjuk Répcel a környékén pattantak ki a földrengések, vagy Körmend környékén, de a múltban pár százezer éves időtávlatban hol pattanhattak ki további földrengések. Ugye ezek azért jók, mert becslést adhatunk arra, hogy a jövőben hol fognak újabb földrengések kipattanni. Ami még ezen a térképen látható, különböző színekkel, a zöldtől a pirosig, amit az előbb említettem, hogy hol milyen kőzet van. Zölddel jelöljük a kemény kőzeteket, amire, hogyha építkezünk, nem annyira rázza meg egy adott földrengés, viszont pirossal igyekeztünk a lehető legjobban kiemelni azokat a területeket, ahol laza, finom üledék van, amelyek a földrengésnek a hatását megerősítik, felerősítik. Ugye ezt az építészek figyelembe veszik, helyileg ezeket mindenhol pontosan meg kell mérni, hogy jó, itt a Rába völgye felerősíti a rengéseket, de mennyire, tehát pontos vizsgálatokra van szükség, de látjuk előre, hogy hol milyen veszélyeztetettségre számoljunk. Na és akkor nézzük meg itt Vas vármegye területét. Már egy-két helyszínen lelőttem azt, hogy hol vannak érdekességek. Ha megnézzük, Bükk és Répcela között viszonylag egy helyen számos földrengést észleltek, a közelmúltban nagyon sok földrengés pattant ki. A karikákkal jelöltük azokat, amik az utóbbi 25 évben nagyon pontos mérésekkel lettek meghatározva, hogy hol pattantak ki és milyen erősek. Hát látható, hogy utóbbi 20 évben is azért számos földrengés pattant ki. Ehhez kapcsolódik ezzel a lilával jelölt törésvonal a mélyben, valamint annak a felszín közeli megnyilvánulásai. Tehát ebből látjuk, hogy itt igazából a Kőszegi hegység folytatásában van egy siklató felület, amiről úgy sejtjük, hogy továbbra is csúsznak le a kőzetünkből. És hogyha megnézzük ennek a vonalnak a folytatását, itt egy óriási lila négyszöget látunk Szombathely területén. A tudományban vannak viták, hogy valóban földrengés pusztíthat-e el Szaváriát. A földtani adottságok azok megvannak hozzá, tehát mi elhisszük, ugye a vonal folytatásában van egy másik törésvonal, földrengés is, ott majd pontosan hol lehetett az epicentrum, azt nyilván nem tudjuk, hiszen a kódexben csak annyi volt, hogy Szaváriát romba döntött. Ha megyünk további nyugat-délnyugat felé, akkor Körmend is egy gócpont, nem olyan sok földrengést regisztráltak, mint Répcelek esetén, de pár van. Van sejtésünk, hogy itt is mi történik, ugye az Alpok emelkedik, kis Alföld süllyed, ugye itt is kettő határán vagyunk, valószínűleg ez okozhatja ezeket a mozgásokat is. De nézzünk meg további érdekességeket is, ami nekem is új volt, ezt a területet még én sem vizsgáltam meg előzőleg. Vasvár
és Zala-Szentgrócz között szintén van egy gócpont. Sokkal több földrengés látható itt, mint az előbb említett rétszelek kapcsán, és egyből egy pár törésvonalat be tudtak rajzolni kollégáim erre a területre, és ezeknek a felszíni megnyilvánulásait is láthatjuk. Azért is érdekes ez a terület, mert itt egyik kollégám lehet, hogy a felszíni megnyilvánulását egy kavicsbányában megtalálta ennek a törésvonalnak. Most azt vizsgálja, hogy ez tényleg egy törésvonal eredménye, hogy megnyílt a föld, vagy esetleg valami más. Azért fontos elmondani erről a térképről, hogyha megnézzük itt a környékünket, ezek a lilapöttyök azért elég picikék, tehát nem túl nagy földrengéseket regisztráltak eddig, ezután se. A szavári átromba döntő földrengések, tehát valószínűleg nagyobb volt, tehát túl nagy aggodalomra nincs ok. Azért kell ezeket mérni, minél pontosabban a kis földrengéseket is, mert a kutatók azt mondják, hogy statisztikailag, ahol sok kis földrengés előfordulott, egy idő után jön egy nagyobb is. Tehát tíz évben, hogyha van 10 kisebb földrengés, akkor lassan várható egy nagyobb is, 100 év alatt nagyobb után jöhet egy még nagyobb, tehát valami ilyesmire kellene gondolni. Vas vármegyét körülbelül ennyi érdekességgel tudnám leírni, aki esetleg kíváncsi a térkép egészére, az a honlapunkra letölthető, meg tudja nézni a Magyarország más területeit is.